és már eljöttem ide a szalomba, hogy kipróbáljam a szemöldök laminálást, és bemutassam nektek ennek a folyamatát, hogy ilyenkor mi történik, hogyan történik. Úgyhogy tartsatok velem, megyek is Ágihoz, aki rendbe hozza a 3 hete növesztett szemöldökömet. Első körben egy letisztító habbal tisztítja meg a szemöldökömet, ami el fogja távolítani az összes sminket, illetve szennyeződést a szálak közül. Ha ezzel végzett, akkor kiméri a megfelelő formát, ami az én arc formámhoz passzol, és utána pedig formára igazítja gyantával. Ha ezzel megvan, akkor utána befesti tartós szemöldök festékkel az egészet. Pont. Ezek után egy speckó ragasztóval bekeni a szemöldököket, és beállítja egy irányba. Utána bekeni az egyes komponenssel, ami ki fogja egyenesíteni a szálakat. Hagyja egy pár percig hatni, utána letörli, és bekeni a kettes komponenssel, ami fixálni fogja a szálakat ebbe az irányba. Ha ez is hatott egy ideig, akkor utána áttörli egy olajjal, és kész is vagyunk. Ezt minden nap utána be kell fésülni majd, lehet használni hozzá vaxot, vagy bármit, amivel így beállítod, de az a lényeg, hogy ez nem fog így állni egész nap, hanem ezt neked kell majd szépen minden nap befésülgetni. Hogyha szeretnétek Ágihoz bejelentkezni, akkor hagyok nektek egy linket a leírásba, amin keresztül megtaláljátok őt. Úgyhogy hajrá, lamináltassatok ti is ilyen csudi szép szemöldököket. Találkozunk legközelebb, sziasztok!